jobbra, tip, balra, kereszt, balra, tip, előre, kettő, három, fordul. Április 29-e a Táncvilág napja. A közelgő esemény alkalmából szenior örömtánc találkozót rendeztek Tolnán. Ez egy országos hálózat, a szenior örömtánc. Oktatók vannak nagyon sok településen, megyénkben is, illetve környező megyékben is űzik ezt a táncot. Ennek a lényege igazából egy közösségépítő tánc, amennyire én tájékozottam már itt a vezetőtől. Igazából valami olyasmi is a szlogenjük, hogy nem kell semmit megtanulni. Tényleg azt a célt szól, hogy az idősebbeknek is, a szenyoroknak is legyen egy folyamatos mozgási lehetőség, társasági lehetőség, és ugyanakkor egy jó szórakozás is, hiszen fellépési lehetőség is van. Hiszen ez kezdetben önmaguknak, de már egyre több helyre hívják őket, hiszen éppen itt Tolnán múlt héten a Dunamenti Polgári Egyesület fesztiválján is fellépett a helyi örömtánc csoport, és nagy örömömre több tucat embert be tudtak vonni a közös táncba is, meg tudták mozgatni a közösséget. Ezúton is köszönöm szépen a helyi csapatnak a közreműködését. Az esemény Sárközi Lúcia, a Mözsi Örömtánc csoport vezetője szervezte. Szerettem volna népszerűsíteni itt a szűk környezetünkben ezt a táncot, miután látszik, hogy elég sok embernek ez a hobbija, vagy a szórakozása. Ezért gondoltam, hogy jó ötlet, hogy itt összehívjuk, és akkor ne csak szűk környezetünkben itt a városon belül, hanem egy kicsit nagyobb térséget is bevonva táncoljunk együtt. És hát miután akkor egy kellemes délután töltsünk itt együtt el. Az örömtánc, ez kimondottan az idős korosztálynak van kifejlesztve, alkalmazkodva az idős embereknek az egyes problémáihoz, amik az életkorral ugye járnak, és egyben azáltal, hogy egy kellemes zene mellett egy kicsit mozgunk is kíméletes formában, még egy nagyszerű fejlesztő is ez a táncforma. És az idős emberek közül sokan már egyedül vannak, és eleve jó az, hogyha ki mozdul otthonról és bemegy egy közösségbe. A másik dolog az, hogy itt a zene mellett, ugye a zene, a tánc az mindenki, az kortalan, mindenki megtalálhatja benne azt a formát, amit ő szeret, azt a mozgásformát, azt a táncformát, amit ő szívesen csinál. Ugye mi itt ezt kiválasztottuk, ezt a szenior örömtáncot, és azon kívül, hogy ugye most, hogy kikerültünk a munkavilágából, és már nem vagyunk olyan aktívak, ez egy nagyon jó módja annak, hogy fejlesztjük magunkat. A regionális jelleg miatt a szervezés nem volt a legegyszerűbb. Van egy honlapja ennek az örömtáncnak, szenior örömtáncnak. Én igazából a honlapon fönn vannak az oktatók, rögzítve vannak, hogy ki vannak, mert ugye mindenkit azért már nem ismerek. Én még az első csoportokban végeztem azokat az oktatókat, ismerem személyesen, de most van egy jó pár oktató, akivel most ismerkedtem meg, de ő is itt tevékenykedik ebbe a három megyébe, és akkor így ő is meghívásra került. A szervező bátorítja azokat az időseket, akik ki szeretnék próbálni ezt a táncformát. A Tolnai Örömtánc csoport a Nyugdíjas Egyesület keretén belül nyitott programként működik 5 éve. Rendszeresen részt veszünk a városi rendezvényeken, saját magunk kezdeményezünk táncbemutatókat, és vannak úgy, hogy vidéki felkéréseik is vannak. Nagyon jól érzik magukat, nagyon sok az egyedülálló, és őnekik nagyon fontos, hogy egy közösséghez tartozzanak, egy közösségben jól érezzék magukat. Elmondhatom, hogy nagyon-nagyon készségesek, segítőkészek egymással. Volt olyan, hogy évekig nem találkoztak, és az örömtánc csoportnál találkoztak ismét régi osztálytársak, úgyhogy nagyon jól összekovácsolódott a csapat. Egyrészt a közösség, ami nagyon fontos, és másik rész pedig az egészség megtartása. Ugyanis a szenior örömtásznak a lényege az agy jobb és bal féltekének megmozgatása. Azokat a részeket is megmozgatjuk a tánc során, amit a mindennapi életben nem használunk. És van olyan táncos, aki egy agyvérzés utáni állapotból jött el táncolni, és nem tudott fordulni, nem tudott különböző koreográfiákat megcsinálni, és ma már önállóan tud táncolni. Tehát látványos eredmény és igazolt eredmény, hogy mennyire hasznos a szenior örömtánc. A táncokban körülbelül 200-250 szépkorú vett részt.